voltunk a szilveszteri. A legtávolabbi, hát ezt most én nem tudom meg. Gyönyörű, szép az idő, hétágra süt a nap, kellemes idő van és gyönyörű a táj. Hamarosan odaérünk Plavnik szigetre, Horvátország legnagyobb lakatlan szigetére, és megnézzük ott a természet kincseit. Plavnik szigeten sétálunk fölfelé, megnehezítve az utat egy kis burekkel. Milyen a helyi burek, hogy ízlik? Nem tudom, én még nem kaptam. Akinek jár, akinek jár. Plavnik sziget kis kápolnájában járunk éppen. Egy igazi fakereszt. És aki itt imádkozik, az nincs semmi akadály, hogy az Istenhez szóljon, mert nincsen tető. Sajnos jó, hogy egy gyönyörű. Velebiten rendesen hó van, december 30-a, ugye? És amúgy meg nagyon szép napsütéses időnk van. És fent vagyunk Plavnik szigetén. Horvátország legnagyobb lakatlan szigete. Plavniki sétánk után elindultunk vissza Körk-szigetre. Csodálatos dolgokat láttunk, nagyon-nagyon szép helyeken voltunk, és hogyha itt elől látjátok ezeket a hegyeket, ez a Velebit, éppen felhőtakaróban van, nem látszik, hogy szép havas a teteje, és hát gyönyörű a tenger, nem nagyon hullámzik, én speciál ilyenkor szeretek hajózni, és hát nagyon szép a környék. Mindenki nagyon elégedett, isszák a forralt bort, amit én készítettem. Úgyhogy most lassan majd, ha kikötünk, körülbelül egy fél óra múlva, akkor elmegyünk még egy kicsit vásárolni, és elindul a főzés. Eszünk finom őszpörköltet, harcsapaprikást. Szeretném megkérdezni, hogy hogy ízlett a forralt borunk, kedves Sándor. Ne lép rá a kutyánkra. Isteni! Egészségedre. Nagyon szép. Sziasztok! Hogy tetszett Plavnik sziget? Hogy éreztétek magatokat? Gyönyörű volt. És milyen a forradbor, amit én készítettem? Nagyon jó. Ezt szerettem volna hallani. Sziasztok! Szia, Bodda! Jövök! Jövök! Szia! Művész úr, kérem, hogy érezte magát Plavnik szigeten? Fantasztikus volt, és egy gyönyörű szobrot találtam. Kevesen vagyunk már itt a fedélzeten fönt. A fiatalság még tartja magát. Kellemesen elfáradtunk, azt hiszem. Ilyen gyönyörű szépek a fények még mindig. Felhőknek annyira nem örülünk, de szépek. Készül a vacsora. Mester úr! Elárulja nekem, hogy mi készül itt? Bo! Ez igen. Látom, hogy hagyma, szalonna, paradicsom az mindenképpen. Mi a terv?
Először készítünk egy töltött alapot, majd ketté vesszük, megfőzzük a farcsát, farcsapapcsát csinálunk. Ki? Utána a nagy bográsba elkészítjük a vacsert és pörköltet őszből. Ártésztei módra. Ez. Egy kis rák, egy kis csevap. Attila a mesterszakácsunk. A grillmester. Gyuri, megéheztél? Igen, nagyon. Eszméletlen nagyon. Készül az őz. Kérem szépen, az egyik legszebb faluban vagyunk most Ribnikben. A Körk-szigeten. Csodálatos a hely. Fantasztikus kis udvarok, fantasztikus emberek, nagyon pici kis utcák. Én vékony srác vagyok, és mégis elfértem benne. Igaz, hogy szűkösen a hajam az beakadt, Sándor, de ettől függetlenül nagyon jó volt, és nagyon szép a hely. Úgyhogy köszönjük ezt a fantasztikus élményt neked és Gabinak. Okay. Megérkeztünk a világ legkeskenyebb utcájához. A Klancsics utca 43 centi széles. Ez a világ legkeskenyebb utcája. Nagyobb feje van azért, az már egy kicsit... Bodza, átfértél? Mondja szépen. Ez a Náda borterasz. Meggyőződésem, hogy a világ legszebb helyen lévő borterasza. Szilveszteri kirándulásunk következő állomása, Körkváros, és itt vagyunk a kikötőben. Sűrű hóesés. Sűrű hóesésben így. Mit látsz? Mit látsz? A jövőben. Gyönyörű. Hopika? Gyuri, nagyon jól áll neked ez a tálca. Egy igazi nagy tálca. Dobertek! Ez egy vegetáriánus adag, úgy látom. Nem tudtam, hogy ilyen jó főző.